Jerzy Grini. Na, hova lövik? Ki tudja elvédeni Farkas Andrét? Négyet lőtt Grini, egyet pedig Wertheim. 41 gólt szerzett eddig, a harmadik helyen áll a góllövő listán, és belövi, sajnos belövi. Majd együtt fognak kézilabdázni nem sokára City Beával, a mi 14-esünkkel. Grini. Farkas, majdnem megvan. Így de bosszús Farkas Andi, de hát megértem. Külön Grini könyve van szerintem Farkas Andreának. És most is tudta, hogy hova jön a labda. 4-2. Grini. Ott van középen, és megszerzi a harmadik. És könnyen lehet, hogy Mocsai Lajos majd ehhez az eszközhöz folyamodik. Grini. Meg kéne állítani, túl de szép bejátszás volt. Ezt is belőle. Grini. Na. Ez nagy gól volt. De hát az bőségesen belefér, mondjuk, hogyha ilyen 3-1-es elosztásban mennek a gólok, hogy mi lövünk hát. Gyerkeim az, Grini ott megindul a résben, meg is kapja azt a mindenségét. Ott elindul Grini, lerázza a balogot. Akit nem tudom miért állítanak ki, mert el sem érte Jerzy Grinit. Először van kiállítva magyar játékosot adott a Dán televíziónak. Grini gól, 17-13. Lőtt 8-at a 13-ból. Már dobja is előre Grini. Grini még szépen leadja. Lajos. 3 gól elment a 6-ból. A falra festeni, Isten őriz. Grini. Beteszi Hilmónak, befordul, gól. Meg eddig csak a szabálytalanságokkal hívta fel magára a figyelmet. Most megszerzi az első gólját, bár Grini. Grini keresi a helyet, Hündvin bemegy, Farkas pedig nem tudja megfogni ember hátrányból. Mi a Hündvin? A második gólja. Megcunderez. Grini. Most az övé. Meg Radulovics is. Nincs vége, nincs vége. 10-40 még hátra van. És ott indul Grini. Meg is kapja a labdát. Farkas nem bántja. A perc 26-19-nél. Könnyen működni, akármennyire is úgy tűnik, hogy megnyertük a meccset. Nem fog. Kettőjár idő szerint olimpiai döntőre ébredhetnek majd. Grini ugyan lő még egyet, megvan a tucat neki Sydneyben. Grini még lő egyet, 13. Ha megvette, hadd vigye.